Ostromra készül az ukrán hadsereg Donyeck és Luhanszk ellen, ahová az orosz barát lázadók összevonták erőiket. A szeparatisták 4 várost engedtek át a kormányerőknek az utóbbi napokban. Ennek ellenére az elmúlt 24 órában több támadást is intéztek a hadsereg ellen. Donyeck közelében több hidat is felrobbantottak. Lendületben az ukrán hadsereg az ország keleti részén. Itt éppen Artyemivszk városát foglalták vissza az orosz barát lázadóktól. Az új védelmi miniszter maga tájékoztatta telefonon az elnököt mindenről. Elnök úr, megtisztítottuk az aknáktól az összes Artyemivszkbe vezető utat. Az elnök gratulált a katonáknak, és engedélyt adott arra, hogy felhúzzuk a zászlót, tehát húzzátok fel. Adta át az utasítást katonáinak Heletej. Közben az ukrán nemzeti gárda nagy mennyiségben talált orosz fegyvereket és lőszert egy templomban, Szlavjánszk városában, ahonnan a hétvégén mentek el a szeparatisták. A szovjet időkből származó aknáktól kezdve a modern, hordozható légvédelmi fegyverekig egész arzenára bukkantak a településen, ami korábban a lázadók fellegvára volt. A szeparatisták Donyeckbe menekültek, bár ők azt állítják, hogy csak taktikai okokból engedték át Szlavjánszkot. Az iparváros közelében felrobbantottak egy vasúti hidat, amelyen éppen egy tehervonat haladt át. A detonáció miatt kitörtek a közeli lakóházak ablakai. A városban több ezren tüntettek a vérontás leállítását követelve. Sokan Oroszországtól várják még mindig a segítséget, de van, aki maga is kész fegyvert ragadni az ukrán hadsereg ellen. Bár öreg ember vagyok, akár már holnap kész vagyok meghalni a barikádon fegyverrel a kezemben, minthogy az ukránok talpa alá kerüljek, mondta egy helyi lakos. Úgy tudni, az ukrán kormányerők teljes blokkád alá akarják vonni Donyecket és Luhanszkot is. A kijevi kormány azt reméli, ennek eredményeként a szeparatisták kénytelenek lesznek letenni a fegyvert. Petro Poroshenko szerint Szlavjánszk visszafoglalása a fordulat kezdetét jelenti a lázadók elleni harcban, de az ukrán elnök óvaintett attól, hogy bárki előreigyon a medve bőrére.